Este van a Magyar Televízióban, jó estét kívánok! Drágul-e a BKV jövőre? Mi lesz a több milliárdos adóssággal? Nagyobb lesz-e a budapestiek rezsie? Hogyan áll a metroépítés? Elkészül-e időre a Margit híd? Ezekre a kérdésekre részben már holnap, de akár perceken belül is választ kaphatunk. Mától van hivatalában a fővárossal összefüggő kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős kormánybiztos. A miniszterelnöknél járt ma a főpolgármester, de ott volt a pénzügyminiszter, és sokan mások. A kormány pénzt egyelőre nem adott Budapestnek, először átláthatóságot vár. Az estében Horváth Csaba kormánybiztos, korábbi főpolgármester helyettes és Tallós István a Fidesz fővárosi frakció vezetője. Ugyan jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az alapvető kérdés az, nagyon sok témát felsoroltam, hogy drágább lesz-e az élet jövőre Budapesten. Tud erről valamit? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy minden évben drágább, de nem csak Budapesten, hanem a világ és az ország minden városában az élet. A fontos kérdés, hogy mennyivel drágább. Tehát azzal az általános emelkedéssel, ami egyébként az infláció, tehát amit a boltba vásárolva, a kenyér árába, a tej árába és a közüzemi szolgáltatók árába fizetünk meg, és azt kell, hogy mondjam, hogy idén először a jövő évi előtervezések szerint inflációval vagy infláció alatti mértékben történő áremelkedéssel számolhatnak a budapestiek. Ilyen veszélyes közművek, közcégek mellett lehetséges ilyen mérsékeltnek mondható áremelést, tehát csak inflációt követő? Hát az a kérdés, hogy komolyan beszélgetünk-e, vagy pedig kommunikációs új gyakorlatot folytatunk. Ma azt kérdeztem a politikai ellenfeleinktől, mert hát ellenségeket én nem ismerek, legfeljebb ellenfeleket, hogy milyen iskolába tanulták a matematikát. Az a baj a fővárosban, hogy vannak kommunikációs trükkök, és van a matematika, és a szocialista, szabaddemokrata hatalmi centrumban ma a kommunikációs új gyakorlatok mindig überelik a matematikát. Ma is az hangzott el, hogy nem lesz drágább jövőre a rezsi. De ehhez az kellene, és ez csak abban az esetben igaz, még akkor is, ha eltekintünk attól, hogy például a szocialisták, szabaddemokraták 2007-től 44,5%-kal emelték a távfődíját Budapesten. Most ugyan, bár a parlamentben is háromszor leszavaztak minket is a közgyűlésbe is, majd előterjesztették ők a saját ötletükként a távfődíj áfa csoport besorolását, de csak akkor igaz, hogy nem emelkedik jövőre Budapesten a rezsi, ha azt feltételezzük, hogy minden közszolgáltatási ágazat elemeiből ugyanannyi egységet használnak fel, ami nyilvánvalóan nem igaz. Tehát azt csinálták, amikor azt mondták, hogy nem változik a rezsi, hogy a növekményekből átlagot képeztek, és ezt bizonyították a bázishoz. Ez matematikai értelemben nem lehet igaz, csak akkor, ha ugyanennyi egységnyi távfűtést használnak föl, mint amennyi egységnyit a közlekedésből. Ez nem is kalkulálható, és nem is igaz. Ezért tehát ez az állítás, ez minden alapot nélkülöz, ha a matematikai szabályokat veszük előtérbe. Tarlós úr, egy kicsit bonyolult, engedjék meg, hogy a nézők számára megvilágítsam a valóságot az előbbi nehezen követhető állítással szemben. Számodra. Bízom benne, hogy megkapta Tarlós úr azt a levelet, amit neki ugye nem távfűtéses lakásban él, de nevére direktbe elküldtem, ez tételesen tartalmazza, hogy a távfűtéses lakásban élőknek mivel és milyen lépések eredményeképp lesz jövőre 2010-ben közel 90 ezer forinttal olcsóbb a rezsi, mint egyébként 2008-ban. Ez egy több pontból álló intézkedés sorozat, és az áfa, amire Tarlós úr is utalt, valóban ez a javaslat több párt részéről hangzott el. Ennek ellenére a szocialisták terjesztették be az országgyűlésben, és a szocialisták szavazták meg úgy, hogy a Fidesz egyébként ennél a szavazásnál nem szavazott igennel. Tehát én azt gondolom, hogy ha arról beszélünk, hogy melyik az a politikai erő, amelyik egyébként jó dolgokat talál ki, és utána megvalósítja, hát akkor ez nem a Fidesz, és nem a Tarlós úr által vezetett politikai konglomerátum. Én nem szeretném kritizálni a Fideszt. De tény, hogy amikor lehetősége van Tarlós úrnak képviselni egy álláspontot, akkor sajnos azt kell tapasztalnom, hogy a szavak és a tettek eltérnek. Engedje meg, hogy a rezsi mellett egy fontos holnapi lehetőségre fölhívjam a figyelmét. A
A konkrét számokra várnék a... Konkrét számok. Az átlagos fogyasztói árindex növekedés a jövő évre várhatóan 4,1% körül várható. Ez a fő termékcsoportokra és így a közüzemi szolgáltatásokra is igaz, a javaslatok. Egyetlen esetben sem térnek el fölfelé ettől, tehát 4% körüli, tehát infláció körüli javaslatokat a közmű díjaknak az infláció követését javasolják a közmű szolgáltatók maguk. Ezt a javaslatot megkapták önök már? Meg kellett, hogy kapják. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor 4,1%-nál magasabb szám egyetlen egy előterjesztésben nem szerepel? Dehogy nem, először is nem kaptuk meg. Itt kezdődik a dolog. Én igazán nem szeretném Horváth Csabát megbántani, de ahogy most sem mondott számokat, én ehelyett mondok. A parlamentben... A parlamenti bizottságban háromszor szavazták le az ellenzék javaslatát a távfűtés áfáját illetően, a fővárosi közgyűlésben pedig kettőször. Nekik csak akkor volt ellenjavaslatuk, amikor mi előterjesztéssel éltünk, és leszavazták a mi javaslatainkat. Ha megszavazták volna, már másfél éve 5%-os áfa csoportba lehetne a távfűtés. Ezzel szemben ők az ellenzék javaslata és ellenkezése ellenére, ahogy említettem, 44,5%-kal emelték fel 2007-ben a távhő díját. Most 17, illetve 36%-os emelést javasolnak, még nem tudom melyiket fogják majd megpártolni holnap, a csatorna díjakra. A BKV tarifa emeléseinél igaz, hogy 4,1%-os a javaslat, nem, de éppen Horváth úr azt állította, hogy olyan 7 milliárd forintos tartalékot talált a BKV-nál, ami miből is adódik majd ez a megtakarítási lehetőség. Ugye azt mondtad, hogy az utasszám növelésből. Ma cáfolta a BKV gazdasági vezérigazgató, hogy nem, ez nem így van. Nem a menedzsment, hanem a dolgozók bérjellegű kifizetéseinek a korlátozásából adódik, mint ahogy a kormánytól kért és egyébként meg nem kapott 30 milliárd sem tőke támogatás, hanem egy kölcsönpénz. Ebből áll a reorganizációs javaslat lényege, ami kölcsönpénzt várhatóan nem Horváth úréknak kell majd visszafizetni, hanem a BKV amúgy is kezelhetetlen adósságát növeli. Mindjárt lejár az időnk, és én mindig nem tudom, hogy mennyien, mekkora drágulásra számítsunk. Igen, a drágulás az mindig jelentős, de azt kell, hogy mondjam, hogy infláció alatti, illetve infláció közeli drágulásra, tehát az általános inflációs rátával a 4%-kal... Tardós úr, várjuk meg a holnapi napot, tehát 4%-kal számolhatnak, kalkulálhatnak a budapestiek, tehát ez megegyezik a fogyasztói árindex növekedésével, de egyébként vannak eltérő, még lefelé eltérő javaslatok is. Egyébként csak arra szeretném fölítni a figyelmet, elnézést, hogy közbe vágtam, hogy Tardós úr talán nem tudja, de nem a fővárosi közgyűlésben kell áfa kérdésben szavazni, hanem az országgyűlésben. A fővárosi közgyűlés helyett a Magyar Országgyűlés az, ahol döntenek például az adótörvényekről, és így lett volna lehetősége a fideszes országgyűlési képviselőknek megszavazni az 5%-os távfőáfát, de ezt nem tették, ennél a szavazásnál nem szavaztak ennél igennel. Csak az csúnyább, hogy Horváth úr személyekben is ellene szavazott, ugyanúgy a összeszámoltuk 24 alkalommal BKV-s és egyéb közszolgálati cégeknél történő vizsgálati javaslatainknak és interpellációinknak, és 2008 májusában Horváth úr is és Steiner úr is ellene szavazott annak, hogy kezdeményezzük az országgyűlésnél, hogy 5%-os kategóriába sorolják a távhő áfájának a díját. Tehát lehet nekem azt mondani, hogy háromszori leszavazás után mit csinált az MSZP a parlamentben, és mit csinált a Fidesz. Itt most Tarlós István ül, és az biztos, hogy Horváth úr személyesen is ellene szavazott ennek a javaslatnak. Azért tudni kell, hogy egy város nem interpellációkkal irányítják, hanem javaslatokkal, indítványokkal, előterjesztésekkel, és ebben nem volt előterjesztés. Uraim, holnap közgyűlés. Lenne egy javaslatom a holnapi közgyűlésre vonatkozóan. Én azt hiszem, hogy holnap közgyűlés, fogjuk figyelni, hogy ki és mit szavaz. Így van, és miről?
Holnap egy fantasztikus lehetősége lesz Tarlós úrnak bizonyítani. A programjában szerepel egy nagyon fontos kitétel, csak szeretném fölhívni a figyelmet. Visszajönnek a jó indulaton. Hogy az egészségügy informatikai rendszerét egységesítsük, második napirend, miért várjunk másfél évet, ha ez holnap teljesülhet ez az álom? Meglátjuk az előterjesztést. Az önök álma nem biztos, hogy azonos a budapestiek igényeivel. Uraim, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.